Magas vérnyomás, túlsúly vagy 40 év feletti életkor. Ezek is kockázati tényezők a cukorbetegség kialakulásában, tájékoztatott a 4-es belgyógyászat főorvosa. Gál Zsolt szerint sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek. Becslések szerint a lakosság 7,5%-a cukorbeteg ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy több mint 700 ezer ember érintett közvetlenül benne. És hát van még 1-200 ezer ember, aki nem cukorbeteg, de kórosak az értékei, de még nem éri el a cukorbetegség kórismélyének a határát. A cukorbetegségre általában jellemző, hogy a leggyakoribb úgynevezett kettes típusú cukorbetegség sokáig tüneteket nem okoz, ezért bizony ebben a nagy számban sok olyan ember is van, aki nem is tud arról, hogy ő cukorbeteg. A diagnosztizált diabéteszesek ma már szinte csak konzultáció miatt járnak orvoshoz, hiszen kezelésük otthon zajlik. Maguknak adják be az inzulint, és maguk választják ki a számukra megfelelő ételeket is. Az orvosnál alapvizsgálatok után kiskönyvüket, vércukorszintes feljegyzéseiket is ellenőrzik. A szakorvosok szerint a legfontosabb az érintettek oktatása, hogy mindent tudjanak betegségükről, lehetőségeikről. Az oktatás és az életmódterápia, ez az alap. Hogyha ez az alap megvan, csak akkor helyezhetők rá a gyógyszeres elvek, a gyógyszerek. Ma Magyarországon szerencsére gyakorlatilag a legfontosabb, legmodernebb cukorbetegség ellen ható gyógyszerek elérhetők, és még nagyon fontos, hogy elérhetők nagyon jó minőségű vércukormérő készülékek is, amelyek a kezeléshez, a gondozáshoz feltétlenül szükségesek. A cukorszint mérése igen egyszerű is lehet. Tűszúrás után egy csepp vért visznek fel a teszt csíkra, és a mérőkészülék pár másodperc múlva már mutatja a vércukorszintet. De lehet komolyabb vizsgálat is, például vérvételes. A diabétesz nem gyógyítható, az egy folyamatosan romló betegség, sebessége viszont kezelésének minőségén múlik. Ha valaki megfelelően étkezik és jó kezelést kap, hosszú életet is élhet.